Az Alpok-Adria szépségverseny megyei döntőjét rendezték a mai napon, és hát mi már itt köszönhetjük a nyertest a stúdióban, Tatár Viktória személyében. Szia! Sziasztok. És gratulálunk neked mindenek előtt ehhez szépen. A fantasztikus győzelemhez, és mielőtt megkezdenénk a beszélgetést, azért... Tehát annyira ne szaladjunk előre, hogy annyira friss a sztori, hogy gyakorlatilag onnan jöttetek, ugye? Az eredmény hirdetésről szaladtatok ide a stúdióban. Nem ezt akartad mondani, azért gondoltam, hogy én gyorsan elmondom. Én meg szerettem volna említeni, és meg is említem a második és harmadik helyezett hölgyet, és második lett Király Evelin, és a harmadik helyet pedig Szűcs Ágnes. Nekik is gratulálunk. Szerezte meg, nekik is gratulálunk, de elsősorban neked. És ez a ruha is szerepelt még a kifutón, tehát ez az egyik fellépésnél még ott rajtad volt? Igen, ez volt az esti ruhás fordulóban rajtam. Elég meggyőző. Többféle is volt egyébként? Többféle ruhában? Többféle, persze. Mesélj nekünk erről a napról, erről az egész napról, hogy volt? Úgy volt, hogy hát felkeltem, és egyébként nagyon izgultam. Már 5-kor fent voltam. Hát fáradt is voltam utána. Elmentem a fodrászhoz. Ott kisminkeltek. Zárva volt? De aranyos vagyok. Nem? Kisminkeltek, megcsinálták a hajamat. És el is telt a délelőtt tulajdonképpen. Igen, egyébként ez hosszú időbe tartott. Utána hát pedig átmentünk a fórumba, és vártuk, hogy kezdődjön a verseny. És mikor kezdődött a verseny? 3 órától. Akkor azért még tűkön ültél, gondolom, egy darabig. Hát igen, egy olyan 2 óra hoztátott. Vártunk. Volt szerencsém a fórumban majd kört tenni, és azt láttam, hogy rengeteg ember volt, tehát minden szinten néztek minden. Benneteket. Ez mennyire zavart téged, vagy szerepeltél már ennyi ember előtt? Igen, szerepeltem már. Hát szerintem több ember előtt is. Így van, egyébként nagyon sokan voltak. És ti már ott ilyen ünnepi szerkóba, vagy ilyen felvonulós cuccba voltatok, vagy ott még civilben, amikor várakoztatok? Mi bent várakoztunk az öltözőbe, ja, értem. Amennyire tudtunk, és hát csak akkor öltöztünk át, mikor kezdődött a verseny. Na, akkor mesélj erről, mikor elkezdődött. Mi volt az első szerelés, miben kellett kivonulni? Egy utcai viselet, amin hát nem tudom, az enyém nagyon tetszett nekem. Ezt magatoknak választottátok? Igen, igen, magunknak. A második pedig egy fehér neműs. Az nekünk tetszene nagyon. Igen. És aztán harmadikként ez. És harmadikként pedig ez. És akkor hogy zajlott a verseny? Ült a zsűri, és előttük jöttetek, mentetek, forogtatok? Vagy igen, hogy? Igen. Mert mondjuk ahogy... én nagyon régen voltam zsűri tag. És szépségversenyen is. Nem, egyébként voltál, bár szép sikereket értél. Striptease verseny volt, most röhögni fogsz. Majd mesélek. Mint induló? Nem, mint dal. Szerencsére. Igen, a kifutó körül voltak székek, és a zsűri ott ült, és akkor úgy volt, hogy... elsőnek kimentünk minden ruhába csoportosan, és utána hát egyesével, és a végén... És nem tudtátok, hogy ki hol tart, hány pontot kapott, meg semmi ilyesmi. Tehát közben nem lehetett tudni, hogy hol. Most se tudjuk, hogy ki hány pontot kapott. Uh-huh. Csak szóltak, hogy amúgy nyertél egyet. Igen. Te egyébként esélyesnek tartottad magad a verseny előtt? Nyilván ilyenkor azt mondja az ember, hogy hát nem feltétlenül, de nyugodtan lehet azt mondani, hogy igen. Illetve az első 3 lány közül valakit vártál oda, hogy valóban az első 3-ba kerül? Érted? Te érted a kérdést? Igen, értettem. Igen, ő értett. Jó, oké. Okay. Értettem. Az első, hát a második, harmadik lány közül nem vártam senkit az első helyre, de gondoltam, hogy ők így az első 3-ba benne lesznek. És magadat hova soroltad? Hát igazából úgy esetleg második, harmadik helyre. Ugye én már tavaly indultam ezen a versenyen, is második lettem. Hát nagyon szerettem volna első lenni. Az a legrosszabb másodiknak lenni, nem? Mert az nem jut tovább. Igen, csak az első, de most úgy van, hogy a második, harmadik versenyző a közép döntőbe jut, és onnan hát lesz esélyük majd esetleg a döntőbe. Ennyit is. Változott a bajhoz képest. Igen. Ennyit tudhatunk, ugye, hogy ez a megyei döntő volt, hova vezet az utat tovább? Hát az országos döntőbe. És az mikor rendezik, hol? Ezt nem tudom, Budapesten valószínűleg. Hát nem tudom, jövőre, olyan január körül, én úgy tudom. Tehát ott annyira nem bízott a sikerben, hogy nem is nézett utána, hogy hol lesz. Oké, okay, mi van a világ békével, Viki? Valamit mondjál nekünk erről, mert én aggódom, őszintén szólva. Mert hogy a szépségkirálynők ilyenkor világbékéről, ugye állatkísérletek megszüntetése, és ilyenekről szoktak még beszélni. Ne, vagy neked, téged ez most egyáltalán így nem foglalkoztat? Még túl friss a dolog? Igen, még túl friss. Jó. Egyébként mivel foglalkozol, amikor nem szépségkirálynő vagy? Hát tanulok, jogi asszisztens szakon. Jogi asszisztens szakon tanulok. Az milyen? Mit kell majd ott csinálnod, hogyha jogi asszisztens leszel, ügyvéd mellett dolgozni? Igen. És hol tartasz ebben? Még első éves vagyok.
És menjünk még kettő? Még igen, hát összesen 2 éves, még 1 év. És a modellkedés az mennyire szerepel komolyan a terveid között? Hát most már nincs menekvés, tehát egy szépségkirálynőként hát azt hiszem, hogy ott is el kell indulni. A modellkedés így nem jöhet szóba, ugye én 163 centi vagyok, és hát az alapmagasság 170 centi, de a fotómodellkedés és a szépségverseny érdekel. Ennyire szigorúak, hogy aki igen, 160? Igen, nagyon. Hát az borzasztó. Nagyon. Hát nekünk pedig lenne esélyünk. Simán. Csak nem vagyunk olyan szépek, mint te. És közben látunk téged fotózás közben. Így van. Nem tűnt úgy, hogy zavarna különösebben a vaku fénye, itt meg az adás előtt izgultál, hogy majd milyen lesz. Hát úgy tűnik, föltalálod magad azért a kamerák és a fényképezőgépek előtt. Tehát... Igen, azt áruljuk el, hogy elvárjuk el a nézőknek, hogy jobban izgultál most, mint mondjuk a szépségversenyen, amikor rengeteg ember előtt kellett megjelenni. És említetted azt, hogy szerepeltél már több ember előtt is. Hol volt igen. ez, vagy hol? Táncversenyen. 9 évig akrobatikus rock'n'roll táncoltam. És hát óriás sportcsarnokokban rendezték a versenyeket, és hát tele volt mindig. De az más, mert csapatban voltam, és ugye ott többen vagyunk a színpadon. Meg hát nem kell beszélni. De azért hozzászoktál a szerepléshez, nem azért? Igen, abban és segítek. Nagyon szeretek. Nem kellett beszélni tánc közben egyáltalán? Nem. Férfi nézőket nyugtassuk, vagy idegesítsük fel. Párkapcsolatban élsz, vagy várod az igazit? Igen, 3 éve párkapcsolatban. Azt hittem, várod az igazit, igen. 3 éve, akkor az elég korán kezdődött, nem akarok itt szőrös szívű, mit tudom én, zord idős úriembernek föltűnni, tehát egyik sem igaz. Az volt pedig. De egyik sem igaz, tehát nem is tudnék. Tehát, hogy akkor az elég korán kezdődött és korán kitart. Kezdődött. Ott volt a párod is most? Sajnos nem, mert dolgozott. Lemaradt. De akinek igen. dolgozni is kell, ugye? Valaki meg megnyeri a verseny közben. Örülni fog gondolom mindenki ennek. Mikor fogod megtudni a következő fellépési időszakot, vagy most a szépségverseny országos döntőjéig lesz valami fotózás, esetleg valami más meló? Valószínű, hogy lesz fotózás is, esetleg felkészítő tábor, vagy ilyen kis napok. Hát szerintem jövő héten már azért többet fogok tudni, mint így most. Hogy kell felkészülni? Vagy én a felkészítő tábort úgy gondolom, hogy mondjuk a kifutón való végigmenetelést kell éppen gyakorolni, igen. de mit még ezen kívül? Mi még fontos? Hát ugye ott megtanuljuk a közös koreográfiákat. Itt most volt valami táncos rész, vagy valami olyan, amit egyszerre kellett csinálnatok? A többi lánya? Igen, persze. Hát kicsit mozgatni kellett a csípőnket zenére. Az nagyon jó. Jó nehéz. Hogy néz ki a mai napod hátralévő része? Gondolom, hogy óriási ünneplés lesz, nem? Igen, igen. Ettél ma egyébként? Nem, semmit. Falatot sem? Akartam kérdezni, hogy kicsit kezdesz elsápadni. 5-kor keltél, és még nem ettél. Semmit, egy kávét ittam. Akkor lesz valami jutalom kaja is, nem? Mit tudom én, egy kis tortával a végén? Hát nem nagyon nem szeretnék. Nem vagy ilyen édesszájú? De, nagyon szeretem a süteményt, de hogy most így tovább jutottam, ezért szeretnénk még kicsit formálódni, izmosodni is. De jó, most nem azt mondtam, hogy jó, most 7-kor elkezdesz gyúrni, nem gondolnám. Nem, csak hát nem így betartom, hogy este 6 után nem nagyon eszek. Hát az egy pacal belefér, még nem, szerintem. Nem, módra valami jó töltött káposzta, igen. Hát akkor engedünk is utadra, és sok sikert kívánunk neked a jövőben. És gratulálunk még egyszer. És várunk vissza, remélhetőleg akkor az országos döntőt is majd tenyered, és akkor ismét találkozhatunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szia. Kedves nézők, most következzék a híradó, és aztán jövünk vissza. Lehet, hogy még, hát ennél is izgalmasabb témával, ha lehet.